A vasárnap felettünk örvénylő hidegcsepp fokozatosan elhagyja térségünket, majd hétfőn már a nyugatról benyúló anticiklon okoz átmenetileg nyugodtabb időjárást. Kedre virradóan egy gyengülő fázisban lévő hidegfront közelíti meg hazánkat, amely fokozatosan feloszlik felettünk. Jelentősebb változást inkább a szerdán érkező markáns hidegfront okoz majd, de nézzük meg részletesebben. Hétfőn szakadozik, csökken a felhőzet, és az ország nagyobb részén több órára kisüt a nap, de délnyugaton maradhatnak tartósabban felhős körzetek. Csupán elvétve fordulhat elő kisebb eső. Az északi-északkeleti szél helyenként megélénkül. A hajnali 4-10 fokról délutára 13 és 18 fok közé melegszik fel a levegő. A keddi, valamint a szerdai nap már mozgalmasabbnak ígérkezik. A feloszló hidegfront kedd hajnalban éri el hazánkat. A nap első felében változóan felhős idő várható, és csapadéknak még kicsi lesz az esélye. De ahogy megyünk bele a délutánba, estébe, a markáns hidegfront előjeleként észak felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és csapadékra is egyre több felé kell már számítani. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 8 fok között alakul, délután pedig 11 és 16 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Szerdán kezdetben még sok lesz a felhő, majd a délutáni óráktól észak-észak-kelet felől felszakadozik, csökken a felhőzet és kisüt a nap. Összességében több felé kell számítani esőre, záporra, észak-keleten akár zivatar is lehet. A felhősebb éjszaka miatt a minimum hőmérséklet 5 és 10 fok között valószínű, a maximum hőmérséklet pedig az előző napokhoz hasonlóan 9 és 16 fok között alakul. Csütörtökre azonban pár fokkal visszaesik majd a hőmérséklet. A szélelőrejelzés térképen látható, hogy az északnyugati szél elsősorban kedd estétől erősödik meg északon, és válik viharossá a hegyek térségében. Szerdán pedig már több felé kell erős, viharos szélre számítani. Néhol akár 80 km/h körüli lökések is előfordulhatnak.